Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és a mai videóban ezt szeretném mutatni nektek, hogy a The Sims 4-et azt hogyan tudjátok lemagyarosítani, ugyanis nagyon sok ilyen kérdés van az interneten, hogy hogy kell lemagyarosítani a Sims 4-et, meg először is úgy volt ez a dolog, hogy nem fogják lemagyarosítani a Sims 4-et, mert maga a játék készítői, meg úgy általában egy csapat sem, de mindegy, most volt egy csapat, aki lemagyarosította nekünk a Sims 4-t, és folyamatosan jönnek ki a frissítések, és a mai videóban ezt fogom megmutatni nektek, hogy ti hogyan tudjátok lemagyarosítani, akár a Crackle Sims 4-et, akár az eredeti Sims 4-et. Na nézzük, először is írjuk be a Google-be, hogy Sims 4 magyarosítást. Ha ez megtörtént, itt a legelsőre, de majd a linket megtaláljátok a leírásban, az a Sims 4 magyarosításokra kattintsuk rá, várjuk meg még behozza az oldalt, ez fog minket fogadni, kiírja, hogy mikor lett utoljára frissítve, ez nekünk 9 napja lett frissítve, ki a fordító és hány százalékban van. Na, ugye a teljes játék fordítása a patchhez igazítva, ez már teljes játéknak a lefordítása, ha jól látom. Kattintsuk a letöltés gombra, mert amúgy nekem már frissítve van a Sims 4, de néhány hónapon szoktam letölteni a magyarosítást, mint az újabb verziót. De ha jól látom, akkor ez már tényleg a teljes játék. Tehát ez már kész. Jó, várjuk meg még. Letöltötte, nyissuk meg. Itt láthatunk egy fontos txt-t, ezt leírja, hogy hogyan kell ezt berakni. Nekünk jelöljük ki kontrollal a delta és a datát. Deltát és a datát. Ha ez megtörtént, akkor ezt fogjuk meg, tegyük le ezt a weboldalt. Beklikkeljünk a játékunknak az ikonjára, az asztalon vagy ahol van. File tartalmazó mappa megnyitása. Ez megnyitja a játéknak a fő gyökér mappáját. Nyissuk meg azt a fájlt, amit mi letöltöttünk, és láthatjátok, itt van a data delta, ezt ide behúzzuk. Lentok arra, hogy célhelyen lévő fájlok felülírása. Ezt megvárjátok, bezárjátok, ezt is bezárjuk, ezt bezárjuk, és a játékot futtatjuk. Tök mindegy, hogy rendszergazdaként vagy nem rendszergazdaként futtatjuk. Én most ezt így fogom futtatni, és akkor megnézzük, hogy magyar lett a játék. Be kell tölteni az újabb ilyen magyar dolgokat. Jó, ezt ki is adja nekünk a The Sims 4-es logót. Itt ugye még semminek nem kell magyarnak lennie. Elindul a gyönyörű szép Sims 4-es zene. Ugye, hát miért is, ne? Na, látjátok. Már magyarul is írja a célkitűzések, blablabla. Látjátok, ez már magyar. Tehát már az elején is ezt már magyarul írja ki. És látjátok, ezek is magyarok lettek, most így nyomjunk egyet, így is magyar, látjátok, az egész, tehát közben már semmi nem angol, láthatjátok, mondjuk menjünk be a játék beállításaiba, látjátok, minden, tényleg minden magyar lett. Tudok, ezek még nem, ez még nem, de ez már igen. Ugye ezek már ilyen régebbi dolgok. Na, tehát ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, lájkoljátok, és ha szeretnétek meg ilyen tutorial videókat valamivel kapcsolatban, azt írjátok meg nekem kommentbe, és én szívesen csinálok róla videót, mondjuk, hogy segítsek nektek lemagyarosítani valamilyen játékot, vagy valamit letölteni hozzá. Na, köszönöm még egyszer a figyelmet, én Patrik voltam. Sziasztok!